A Kecskemét elleni győzelmet követően a legutóbbi fordulóban Pakson léptek pályára a Cápák, és 82-65-ös vereséget szenvedtek az Atomerőmi esélytől. Egy héten belül ez volt a harmadik meccse a csapatnak, amely Darko Radulovic vezetőedző szerint jó irányba halad az általa elképzelt úton. A szakember lépésről lépésre haladva szeretné elérni, hogy a Nyíregyháza megfelelő formában érkezzen a bajnoki rájátszásba. Még mindig a folyamat elején járunk, de már van két győzelmünk ebbe a periódusba, aminek kifejezetten örülök, hogy a legtöbb játékos komolyan veszi a munkát, és mind védekező térfélen, mind támadó térfélen látszik a fejlődés a csapaton belül. Legfőképpen a magyar játékosokat tudom most kiemelni, hiszen többen előre léptek, és tudjuk, hogy nagyon nagy szükségünk van rájuk, hiszen nélkülük nem érhetjük el a célunkat. Még egyszer mondom, a legtöbb játékoson ez érződik, de még mindig több kell, és azon dolgozunk, hogy ez a folyamat beérjen. A magyar játékosok egyike Kass Balázs. A fiatal kosaras a Kecskemét elleni győzelemből 11 ponttal vette ki a részét, Pakson pedig 14 pontot szerezve Pipirasszal holt versenyben bizonyult a Cápák legeredményesebb játékosának. Szerencsére megkapom mint fiatalként is a bizalmat. Próbálok ugye élni a lehetőséggel. Igazából nem gondolom túl, vagyis hát nem gondolkozok túl sokat azon, hogy most mit, hogy kéne csinálnom a pályán, csak próbálok játszani, próbálok a csapatért főleg játszani, és mindent megtenni a győzelem érdekébe. A válogatott világbajnoki selejtezői miatt február közepétől március elejéig szünetel majd a bajnokság. Addig még az oroszlány elleni hazai meccs, valamint egy zalaegerszegi vendégjáték vár a nyíregyháziakra, mivel a szegedi találkozót március 8-ára tették át a tiszapartiak. Most nem vagyunk abban a helyzetben, hogy számogassunk, hiszen minden mérkőzés élethalál számunkra, de ahogy a filozófiámban is, úgy a csapattal is csak mérkőzésre készülünk. Így van ez szombaton az Osaka Lions ellen, ami azt gondolom, hogy számunkra most egy kötelező győzelem. Függetlenül attól, hogy vannak januárban mindenhol így nálunk is betegek, van némelyik játékosnak kisebb sérülés, de nem léphetünk fel úgy pályára, hogy feladjuk azt az adott mérkőzést, hiszen minden egyes győzelemnek komoly értéke van. Úgyhogy mind a szombati, mind a következő mérkőzéseinket szeretnénk megnyerni. A Hübner Nyíregyháza Blue Sharks oroszlány mérkőzés szombaton 18 órakor kezdődik a Tiszavasvári úti csarnokban, a Kölcsei Televízió nézői pedig vasárnap 20 órától láthatják a találkozót. A 19. forduló további párosítása a következő: Kecskemét Albafehérvár, Sopron Zalaegerszeg, Körmend Budapesti Honvéd, Deac Atomerőműese és Szeged Kaposvár.